kedves kisbabák, táskás szemű Red Black vagyok. Péntek esti programként megpróbálok üzembe helyezni és működésre bírni. Egy ilyen pizp, vagy nem tudom, hogy kell mondani, márkájú vetítőgépet. Úgyhogy itt van egy ilyen filmtekercs üres, itt van egy filmtekercs, ezen van maga a film, ez egy szuper 8-as, 8mm-es gép, és hát ilyen mindenféle dolgok vannak rajta, tekerentyű gombok, szovjet feliratokkal, itt ilyen itt van a lámpa, tehát itt van a lámpa, itt fog menni a film, itt van a lencse, ami vetít, ilyen kezelőszervek vannak rajta. A belseje pedig így néz ki. Egy kicsit itt némi ilyen kiválást, ilyen anyagkiválást vélek felfedezni. Remélem ez nem fog felrobbanni, vagy valamilyen ilyen egyéb problémát okozni. Látszik azért a szovjet technológia, tehát az tetten érhető a CCCP technológia. Tehát ez a lánchajtás, ami itt található, az mondjuk elég feszes. Aztán ilyen gumihajtás van itt. Szóval minden ilyen mechanikus benne. Még a fogantyú is rugózott, nagyon kemény. Úgyhogy hát próbáljuk bekapcsolni. Eltelőbb bekapcsolom csak egy film nélkül, hogy hát vagy főrobban, vagy agyonbasz az áram, úgyhogy nézzük meg. Jó, hát így zúg, már egy dörömből. Hát forog. Ez így megy. Valami irgalmatlanul forog itt elől. Lámpa. Oda vetít, látod? Na, csak nem tudom, mi ez a árnyékolás ott rajta. Egyrészt ez a lámpa, ez mindig ég, aki van kapcsolva akkor is. Ez nagyon érdekes. Ott az a kis takaró lemez ott a... Kitakarja itt a filmkockának a jelentős részét, és nem tudom, hogy miért. Ja, elnézést! Na hát akkor nézzük, fűzünk be a filmet. Innen jön le, körbe, és ide jön. Ez lesz a fogadó. Szalag. Fogadó tekercs. És innen fog pedig lemenni a film. Ez a film az ilyen picike vékonka. Látod, ez nagyon pici. Ez ilyen film, meg van jelölve kettessel. És itt vannak, kifelé állnak a fogak, tehát ezeknek a lukaknak kifele kell állni. Az biztos, hogy kell hagyni itt ilyen hurkot. Itt is kell hurok, ez kevés. Ezt nem sikerült most, igen. Megörülök annak, hogy a mozigépészek ezt úgy csinálták, mint hogyha... És hogy tudom ezt én tekerni? Aha, így. Látod? Be van fűzve, innen jön le a film, itt átmegy, itt van egy kis hurok, itt is van egy kis hurok, itt fog világítani, és ide fog visszajönni a film. Hát nézzük meg, hogy ez hogy működik élesben. Kicsit izgulok. Látok valamit? És látok. Ott van egy kis boba. Hát ez csodálatos, gyerekek. A szovjet technológia azért csodákra képes. És szerintem egy kicsit el van a kép csúszva, mert ugye az van, lehet látni, hogy ugye látod, hogy a kép fele az alján van, a fele meg a tetején. Na várjál? Na helyreállítottam. Egyébként szerintem én vagyok a képen, meg az öcsém. De helyreállítottam itt a machinációt, ugyanis van egy ilyen tekerentyű az elején,
nem tudom mennyire látszik. Itt a lencse, itt a tekerencsé, itt van lent egy tekerencsé, mert ez szabályozza ezt a két magasságot. Úgyhogy íne ott vagyok. Adjunk rá egy kis kakaót. Gyakorlatilag tökéletes minőségben lehet látni a videót a szovjet vetítőgépen keresztül. Nézzük ugyanezt nagy tekercsfilmmel. Hogy is van? Innen jön le a film. Hol van? Pont rosszul csináltam, fordítva. Mely korai volt ez? Központosítva, hogy már nem kell. Ezt nem jó, egy kicsit húzunk rajta. Be van fűzve a nagy film, nézzük, hogy ezen mi van. Ez az utcán. Én ott laktam. Ő valami szomszéd. Ez ott a dédimom a háza, kerítése. Ez szerintem aki ott húzogatja, ezért ez vagy én vagyok, vagy valami családi gyermek. Ez a Pilisi Erzsébet utca. És hogy működik. Innen fentről jön le a film, tovább megy ezen a tekercsen, áthalad fölről lefele a kivetítő részen, ugyanaz a tekercsen átmegy alul, és erre fölcsévélődik. Tök jó, mert ez a tekercs, ez egyszerre húzza is a filmet, meg továbbítja is a másik tekercset. Tehát itt ez az egyetlen egy tekercs látja el ez a fogas izé, ez akad be a filmnek ezekbe a lukaiba. És ezek a fogak tekerik, húzzák a filmet itt erre, itt meg erre. Ezek így rászfeszülnek, és akkor már is megvan a feszesség. Na, de ami itt történik, az sokkal izgalmasabb. Itt van ugye a lampinyon, amögött van egy ilyen lencse, vagy egy ilyen fókuszáló, nem tudom, szerűség, optikai elem, ami oda fókuszálja a fényt a lencsén keresztül, és aztán az meg kivetíti a falra, vagy ahova akarod. Na igen ám, de mi történik ideben? Mert az sokkal izgalmasabb. Az van, hogy ahhoz, hogy a filmet mozgóképnek lásd, ahhoz sajnos nem elég az, hogy a filmet egyszerűen folyamatosan húzod itt a lencse előtt lefelé, felről lefelé, hanem meg kell állítani bizonyos időközönként. Tehát gyakorlatilag, amit te látsz a vásznon, az konkrétan álló képek sorozata. Tehát álló képeket látsz a vásznon, és az álló képek egymás utániságát érzékelett a mozgóképnek. Igen, de ez hogy történik? Hát ugye a film itt felről lefelé halad, és lehet látni ezt a kis fémszartot, ami ott előre, hátra és lefelé mozog. Most följött, most lefelé mozgott, most följött, most lefelé mozgott. Na, annak a kis szarnak is vannak olyan fogai, ami beleilleszkedik a filmnek ezekbe a jobboldali lukaiba, és most látod, most fölemelkedik, itt belekap a filmbe, lehúzza a filmet egy kockával, kiakasztja a fogait a filmből, felcsúszik a következő filmkockáig, beakasztja a következő filmkockával a fogait, lehúzza egy filmkockával. És ez így megy szépen 24-szer másodpercenként ez a folyamat. Azért, hogy a mozgást, a mozgókét, tehát a két kép közötti váltást, amikor egy kockát lehúzza a film, ez a fogas rész, ne lássad, akkor jönnek be ezek a nagy, lapos, fekete
három darab takaró lemezek, amik beállnak a fény és a lencse közé, tehát gyakorlatilag elzárják a fény útját, most elzárja, most nem zárja el, most elzárja, most nem zárja el, most elzárja, most nem zárja el. És látod, hogy pont akkor zárja el a film útja, vagy a fény útját, amikor a film lefelé mozog, nézd, lefelé mozog a film, pont nem látszik, mert eltakarja ez a fémlap. Látszik a film, nem látszik a film, látszik a film, nem látszik a film, látszik a film. És ez, hogy három látható és három nem látható részre van felosztva ez a tárcsa, ez azt szolgálja, hogy tök egyenletesnek tűnik a... Tehát nem, elzárja a fény útját, tehát gyakorlatilag ilyenkor nem látsz semmit a vászton. De mivel a szemed ugye lassú, ezért a felvillanást az folyamatosnak fogja látni, de gyakorlatilag itt most nincs a vászton semmi, van a vászton valami, nincs a vászton semmi, van a vászton valami, nincs a vászton semmi, van a vászton valami. És ez ismétlődik, és ezt látott a mozgóképnek. Tehát ez egy hihetetlen egyszerű mechanikus technológia, egy viszonylag bonyolult rendszer, mechanikus összekötőt látott az előbb, ilyen csörlő, meg mit tudom, milyen fogaskerék, meg gumiszalag, meg mit tudom, milyen rendszereken keresztül, ezek össze vannak szinkronizálva, ezek a lépések, és minden olajozottan egyszerre történik, és gyakorlatilag ezt látott a mozgóképnek. A nagy vetítőgépek technológiája sem nagyon tér el ettől, az ugyanúgy működnek, csak nyilván nagyobban, másféle filmmérettel, stb. Tehát a nagy filmes projektorok is ugyanúgy működnek, hogy eltakarja a fényt, nem takarja le fényt, lehúzza a filmet, eltakarja a fényt, nem takarja le fényt az új képkockán. Ugye az van, hogy te egy képkockát konkrétan háromszor fogsz látni a vásznon. Látod azokat a kis tűket, amik ott kijöttek? Látod? Bekapaszkodik a filmbe, lehúzza egy képkockát, kikapaszkodik a filmből, közben hátul az a tüske feljött, bekapaszkodik a következő filmkockába, lehúzza, kikapaszkodik, ezért. Tehát te gyakorlatilag a vászton állóképeket látsz, konkrét állóképek sorozatát, és minden egyes filmkockát háromszor fogsz látni. Miért? Nézd! Eltakar, lát, eltakar, lát, eltakar, lát. És már jön az új képkocka. Egy képkockát, egy filmkockát háromszor fogsz látni, és emiatt látod ezt az egészet ilyen fokozatosan, a nagy sebesség miatt gyorsnak, vagy folyamatosnak. Tehát folyamatosnak, és nem szaggatottnak, nincs szaggatottságérzésed, nincs ilyen merevérzésed, hanem egyszerűen fokozatosnak látod azt, holott egész egyszerűen be van csapva az agyad, mert háromszor látod ugyanazt a képkockát, tovább megy, azt is háromszor látod, tovább megy, azt is háromszor látod, és mivel három ilyen felvillanó, lecsukódó szituáció játszódik le egy képkockánál, ezért nincs villogásérzés. És ez olyan gyorsan történik, hogy nem látja a szemed, hogy villog. Van fény, nincs fény, van fény, nincs fény, van fény, nincs fény, de nem villog mégsem, mert olyan gyorsan történik ez, hogy a szemed becsapódik. Ezt nézett el a moziba, bár mondjuk most már nem nagyon. Hiszen ugye a mozik már gyakorlatilag átálltak ilyen digitális technológiára, így hát nagyon nem kell már, vagy hát nagyon már nem tudsz látni filmes mozit. És ugye, hogy miért van itt? Itt van ugye ez a filmrész, itt van, és mi van itt? Ez a hurok. Tehát mély lifeg itt szabadon a film fölötte, meg mély lifeg itt szabadon alatta. Hát egészen konkrétan azért, ugye ez a tekercs, amit húzza, továbbítja, meg visszaviszi, továbbítja a filmet a másik tekercsre, ez a kis fogaskerék, ez gyakorlatilag konstant sebességgel forog, állandóan, tehát nem szakaszosan, hanem ez állandó sebességgel szépen forog. Igen ám, de az előbb elmesélt mechanikus technológia, az gyakorlatilag a filmet a következőképpen továbbítja, egy kocka, egy kocka, egy kocka, egy kocka, egy kocka, tehát így szakaszosan megy lefelé a film, és nem folyamatosan. Ezért ugye még itt a film folyamatosan érkezik, és innen folyamatosan szívja el ez a kis tekercs, itt a film tek-tek-tek-tek-tek-tek így megy. Ugye nagy sebességgel, tehát pontosan kompenzálja ezt a forgást, az, hogy itt a film tek-tek-tek-tek lehúzódik szépen, de azért kell neki ez a hurok itt, mert ez egy feszes lenne, akkor a film elszakadna, mert ugye itt húz, itt továbbítaná, itt húzná, itt pedig gyakorlatilag vannak olyan másodperc történetei vannak, amikor a film áll. Áll, áll, megy, áll, megy, áll, megy, áll. De gyakorlatilag kell ez a kis hurok, itt is, meg itt is, ami kompenzálja azt a sebességből, itt az állandó sebességből, itt meg a szakaszos sebességből adódó ilyen, nem tudom, ilyen puffert. Nekem az anyukám egyébként mozigépész is volt egyébként, a pilisi moziban dolgozott, és oda mozipénztáros volt meg mozigépész, és oda gyakran vitt fel minket a idősebb nő mellett dolgozott mozigépész nő mellett, és oda vitt föl minket mindig a nénihez, és tök jó volt látni, hogy így a vetítőgépeket hogy váltják az egyikről a másikra, amikor megjelenik itt a film sarkában fönt a jobb fej sarkában a fekete pötty, akkor vársz egy kicsit, megjelenik másodszor a fekete pötty, akkor kell átkapcsolni a másik vetítőgépre, ezeket figyelni. Ezek tök izgalmas dolgok voltak egy olyan kisfiúnak, mint én voltam, aki ráadásul ugye műszaki érdeklődésű, szóval ezek tök izgalmas dolgok voltak. Nekem ez nagyon hiányzik, hogy ezt az analóg technológiát kiszorítja a digitális
ami persze tökéletes minőségű, meg nem recseg, meg nem karcolódik meg a film, meg nem gyullad ki a film a forró lámpáktól, meg mit tudom én. De hogy azért ennek is volt varázsa. Nézzetek meg a Cinema Paradiso című filmet, amiben gyakorlatilag egy szerelmi vallomás a mozinak, a mozi szakmának, a mozigépész szakmának. Úgyhogy nézzétek meg, és becsüljétek meg ezeket a régi eszközöket, mert ezek nagyon fontosak, és remélem jól szórakoztatok, köszönöm szépen, puszi benneteket, Red Black.